Az Óbecse község területén élő hallássérültek a 066-88-93-227-es SOS számra küldött SMS-ben értesíthetik a rendőrséget, ha bármilyen biztonsági problémába ütköznek. Ez a fajta kommunikáció a rendőrök és a hallássérültek között a Biztonságban a csend világában című projekt eredménye, amelyet a Vajdasági Siketek és Nagyothallók Szövetsége és az Újvidéki Rendőrigazgatóság valósít meg. Az SOS szám Óbecsén kívül Verbászon, Palánkán és Újvidéken is aktív, a Siketek és Nagyothallók számára. A projektum célja a hallássérültek biztonságának megnövelése, a velük való kommunikáció fejlesztése és a motiválás, hogy a biztonságot veszélyeztető történéseket bejelenthessék a rendőrségnek. Erre a célra az Újvidéki Rendőrigazgatóság egy külön telefonszámot biztosított, melynek segítségével a hallássérültek SMS üzenettel bejelenthetik a biztonságukat veszélyeztető helyzeteket, történéseket. A tervünk az, hogy ez a projektum minden helyi önkormányzatra kiterjedjen Vajdaságban, sőt lehet, hogy egész Szerbiában is. Mivel ezt a projektumot október 3-án mutatták be Újvidéken, most Óbecsén, majd a tervek szerint ezt népszerűsíteni fogják Verbászon, valamint Palánkán is. Eddig tehát 4 helyi önkormányzat területén valósul meg ez a projektum, de reméljük, hogy a jövőben egyre több helyi önkormányzat területén meg lesz valósítva. Ami az egyéb projekteket illeti, például a mentőszolgálatot, a tűzoltókat, én bízom benne, hogy ezen a téren is sikerül valamit megoldanunk, valószínűleg jövőre. Óbecse központjában szórólapokat osztottak szét, amelyeken tájékoztatnak, hogy mit és hogyan kell jelenteni az Újvidéki Rendőrigazgatóság SOS számán. A hallássérültek örömmel fogadták ezt a kezdeményezést, hangsúlyozva, hogy így könnyebben kommunikálnak az intézményekkel. Ez a projektum nagyon fontos a Vajdaság területén élő siketek és nagyothalló polgárok számára. A rendőrség segítségéről van szó, amelyen be lehet jelenteni, ha pillanatnyilag verekedés, családi erőszak vagy egyéb probléma merül fel. Akkor ezen a számon SMS üzenetben tudják azt jelenteni. A probléma az, hogy a siketek és nagyothallók nem tudnak szóban kommunikálni telefonon keresztül, ezért nagyon fontos ez a segítség. Elmondhatom, hogy számomra nagyon fontos ez a bejelentési lehetőség SMS üzenetben. Nagyon sokat jelent a számomra, és nagyon elégedett vagyok ezzel a kezdeményezéssel. A projekt népszerűsítésén a helyi önkormányzat képviselői is részt vettek. A rendőrigazgatósággal az együttműködésünk rendkívül jó, és a mai világban nagyon fontos is. És ez a szám is jelentős, hogy az emberek a legrövidebb időn belül értesíteni tudják a rendőrséget a problémájukról, amely azonnal reagálni tud és megoldja a gondot. Ezért azt gondolom, hogy ezt a projektet nem is kell kommentározni, hiszen annyira jó és annyira jelentős a polgártársaink számára, különösen a siketek és nagyothallók számára. Véleményem szerint ez már hamarosan megmutatkozik majd, hogy mennyire jelentős volt ez az akció. A helyi önkormányzatnak pedig csak annyi maradt hátra, hogy támogassa ezt a projektet. Nekik valójában sikerült elhárítani egy akadályt egy 21. századbeli műszaki megoldással. Én ezúton gratulálok nekik. A beszélgetések alapján megtudtuk, hogy tervezik ezt a rendszert kiszélesíteni, így nem csak a rendőrségnek tudják bejelenteni gondjaikat, hanem majd a tűzoltóságnak és a mentőszolgálatnak is. Úgy gondolom, hogy erre nagyon is szükség van, és a munkájuk minden szempontból dicséretre méltó. A jelentésadónak meg kell adnia a vezeték és keresztnevét, lakcímét, a történés helyszínét és az esemény leírását. Az SOS szám és SMS üzenet segítségével lopások, rablások, zsarolás, valamint erőszakos magatartás, családon belüli erőszak, kortársak közötti erőszak, koldulás, szemtelen magatartás és siketek közötti erőszak bejelentésére van lehetőség. Küldjenek üzenetet a 066-88
93-227-es számra. Köszönöm. A szerb ortodox templom és a közgazdasági iskola közötti platón szombaton rendezik meg a második Pipetta Óbecsei Tudományfesztivált, amelyet a Pipetta Tudományfejlesztő Társaság szervez. A fesztivál megnyitóját délelőtt 10 órára tervezik, a szórakoztató tudományos program pedig minden generációnak szól. Ami idén újdonság, az az, hogy lesz több kiállítónk és lesz több standunk is, több mint 30 standra számítunk. A fesztivál főszereplői természetesen a gyerekek lesznek, akik az általános és a középiskolákat képviselik majd. Óbecséről minden általános iskola válaszolt a felhívásra. Sajnálom azonban, hogy a község többi iskolája nem jelentkezett. De ami még újdonság, az az, hogy a tavalyi évben a Lindegas cég csatlakozott hozzánk, és általuk sikerült még szebbé varázsolni a rendezvényt. Ők adták az ötletet arra, hogy kapcsoljunk be még több vállalatot, mint kiállítót. Ez annyit jelent, hogy a cégek kiállítják azt, amivel foglalkoznak a tudomány keretében, a standjaik mögött pedig a cégben dolgozó szülők gyerekei lesznek, ami szintén érdekesnek ígérkezik. Idén tehát több cég is jelentkezett a részvételre. A vállalatok és az iskolák mellett pedig néhány egyesület is részt vesz ezen a rendezvényen. Úgyhogy sokkal tömegesebb lesz, mint tavaly volt. És remélem a polgároknak sokkal érdekesebb is. Mint Stankin rámutat, a fesztivál koncepciója hasonló minden más ilyen típusú tudományos rendezvényhez. Standjaikon a fiatal polgártársak biológiával, földrajzzal, kémiával kapcsolatos jelenségeket vagy folyamatokat mutatnak be, azaz a természettudományok, de a technológia területéről is. Az általános és középiskolák, egyesületek és cégek mellett a fesztivál házigazdái, a Pipetta Tudományfejlesztő Társaság tagjai mutatják be eddigi munkájukat, kísérletezési eredményeiket. Az általános iskolás kiállítók és mindazok mellett, akiket felsoroltam, itt lesznek a Pipetta Tudományfejlesztő Társaság műhelyeinek tagjai is, a saját standjukkal. Úgyhogy mindenkit meghívok, hogy jöjjenek el és élvezzék a rendezvényt. Ezúton szeretném külön meghívni az óvodás gyerekeket is, akik idén még nem lettek bekapcsolva, de az elkövetkező időszakban nagyon is be lesznek kapcsolva, hogy jöjjenek el a nagyszülőkkel vagy a szülőkkel, hogy nézzék meg azt, amit elkészítettünk számukra, és élvezzék. Idén Óbecse község, a Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárság, Óbecse Község Ifjúsági Irodája és óbecsei vállalkozók támogatták a fesztivált.